Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek majd titeket. A mai nap szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy miben sajátos a Nalini női jóga. Tegnap beszéltem arról, hogy mi is a jóga valójában. A Nalini női jóga abban különbözik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet a testérzetekre. Minden egyes gyakorlat után megállunk, és figyeljük a finom érzeteket a testünkben. Az ősi időkben a nők szeretkezés közben gyakorolták a jógát, ugyanis abban az időben még csak a férfiaknak volt szabad bemenni egy-egy asramba, oda beköltözni, és akár szerzetesként, akár csak egyszerű gyakorlóként ott lakni, egy mester közelében lenni. Viszont ezt a tudást a nők is elsajátították, méghozzá szeretkezés közben. Az energia áramlást is meg kell tanulnunk szabályozni a szervezetünkben. Létezik három fő úgynevezett bandha. A bandha szó zárat jelent. A legalsó zár az a gát területén helyezkedik el, tulajdonképpen a hüvely és a végbélnyílás közötti részen. Ez az egyik legfontosabb zár a szervezetünkben, mert tulajdonképpen ez akadályozza meg, hogy az energia a föld felé távozzon a testünkből. Ezt azzal érhetjük el, hogy a gáti területet megerősítjük. Ehhez speciális gátizom torna van minden egyes Nalini női jóga foglalkozáson. Ez az egyik része tulajdonképpen, ami a fizikai részét illeti, amiben különbözik egy átlagos jóga órától. A másik pedig az, hogy olyan témák, olyan tanfolyamok vannak, amik kifejezetten a nőiséget, a nőiességet, a női létünket hivatott szolgálni, illetve fejleszteni. Vannak tanfolyamok, amik menstruációs problémákra vannak kifejlesztve, vannak meddőségi tanfolyamok, amik a mai világban nagyon sok nőt érintenek. De egy átlagos bármilyen tanfolyamon, bármilyen Nalini női jóga órán lehetnek olyan helyzetek, lehetnek olyan gyakorlatok, olyan témák, amik a nőket kifejezetten megszólítják, kifejezetten érintik. Egy-egy gyakorlat közben feljöhetnek egy illat hatására, egy mozdulat hatására, egy-egy szó, kifejezés, mondat hatására olyan emlékek, olyan traumák, amiket még nem dolgoztunk fel. És tulajdonképpen a Nalini női jóga kör arra való, hogy ezeket az élményeket, ezeket a helyzeteket fel tudjuk oldani, megtanuljuk kezelni, illetve legalább annyit, hogy el tudjuk mondani. Meg tudjuk osztani másokkal. Fizikai értelemben a gátizom tornának, illetve a záróizmok tornájának a hatásai, azok nagyon sokrétűek. Széklet, illetve vizelettartási problémákat tudunk megelőzni, ami megint a nőknek nagyon nagy százalékát érinti. Orgazmus problémákat is lehet ezekkel kezelni. Meddőséget. Bizonyos menstruációs problémákat. Ha valakinek krónikus gyulladása van, akkor ezáltal a torna által tulajdonképpen csökkennek ezek a gyulladásra való hajlam. Az eddigi visszajelzések alapján a saját szakmai utamból is el tudom mondani, hogy ezek a gyakorlatok nagyon hatásosak. Volt egy hölgy, aki járt hozzám az idén az egyik tanfolyamon, és otthon nem gyakorolt, bár azért
jó lenne ezeket a gyakorlatokat, legalább egy néhányat, illetve a gátizomtornát azt naponta végezni otthon. Viszont ő csak kifejezetten a jóga órákon gyakorolt, és egy hónap után teljesen szabályozódott a menstruációja. Sokkal jobban érezte magát, ezután olyan is volt, hogy 2-3 napot akár ágyban kellett töltenie, viszont egy hónap után ezek az erős tünetek lecsökkentek körülbelül 2-3 órára. Tulajdonképpen a Nalini női jóga az egy terápiás módszer. Ezzel a szóval azért úgy finoman kell bánni, mert most már törvényi szabályozás van arra, hogy milyen helyzetben lehet használni ezt a kifejezést, hogy terápia. Az viszont mindenképpen bizonyos, hogy rövidebb vagy hosszabb távon, de minden nőre hat ez a módszer. Remélem, hogy az ősszel induló tanfolyamok közül valamelyiken majd találkozni fogunk, ahol is majd a gyakorlatban és saját tapasztalatot szerezve is kipróbálhatjátok, hogy milyen ez a fajta női jóga. Köszönöm, hogy ma itt voltatok. Namaste. Legyen szép estétek!